ilyen, függetlenül attól, hogy hány évtizednyi életkor különbség van rádiós és rádiós között, itt mindenki tegeződik. Így aztán álságos lenne, ha mi másként beszélgetnénk. Én 53-ban kezdtem a rádióban. Ó, és én végig tapostam az ösvényt, a rádióba vezető ösvényt, 62 év, és dolgoztam aktív bemondóként majdnem 40 évig, és akkor utána hát nyugdíjba menjek, ne menjek, elmentem, és attól kezdve én ugyanúgy be voltam osztva, továbbra is, bejártam a Bartókra, ott dolgoztam, technikusok boldogok voltak, azt mondták, Istenem, máma egy nyugodt esténk lesz, mert itt van a Piri a stúdióban, nem lesz probléma. Aki ismeri a hangodat, az nem hiszi el, hogy ma hónap 90 esztendős lesz, hát egy esztendő se nagyon választ már ugyanolyan. Én, hogyha behunyom a szemem, és magam elé idézem, vagy a fülembe cseng a hangod, akkor nem tudnám megmondani, hanem találkoznánk, nem tudnám, hogy hány éves vagy, hogy... Mindenki azt mondja, hogy olyan fiatal a hangon, mondom, gyerekek, a hangom fiatal, csak én öregedtem meg. Vigyáztam a hangomra, nem ittam, sem nem cigarettáztam, és semmit. Kávét az igen, mert kávéfogyasztó lettem, mikor a rádióba kerültem, de hát ezen nem lehet csodálkozni, hát te tudod, a rádió munka beosztása valami rettenetes. 3 napig hajnalosztál, akkor volt egy szabad napok, akkor 3 nap éjszaka, megint egy szabad nap, utána folytatódott a nappali műszak, és a kezdődött minden előről, mint a verglé. Amikor egy pályafutás megkezdődik, vagy amikor véget ér, kétféle visszatekintés történik. A kezdetnél, hogy vajon én ezt akartam-e? Jó lesz-e, hogy én ezt választottam? Amikor befejezi az ember, akkor pedig arra gondol, hogy volt-e olyan, amit kihagytam, amit rosszul csináltam? Hát mi kezdjük az első pillanat előtt. Mert hát az ember ugye eldönti, hogy mi szeretne lenni. A szülők befolyásolják, hogy mi legyél, kedves Piroska. Na, hogy történt ez? Azt tudom, hogy operaénekes akartál lenni. Eredetileg operaénekesnek kész, de sok mindent megpróbáltam. Ugye leérettségiztem, az érettségi, tudod, mit ért a jó, nagyon jó volt, az, mert kellett, az alapműveltség kellett hozzá. Az érettségi, és az, hogy nyelveket tanultunk, és olyan tanárnőm volt, aki gyönyörűen beszélt magyarul. Tőlem soha senki nem kérdezte meg kicsi koromban, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Nem is tudtam. De vonzódtam valahogy azért a művészi pályához. Ez érdekes dolog. Emlékszem, apám részletre vett egy ilyen kis Orion világvevő rádiót. Állandóan hallgattam a rádiót, mindig figyeltem, hogy mit mondanak, hogy mondják, sőt, később kiejtéseket figyeltem, de utána egy érettségivel hova tudok elmenni? Volt egy kollégám, vasközpontban dolgoztam, annak a felesége bemondó volt a rádióban. Mi az, hogy vasközpont? Ja, Istenem, az összes vassal foglalkozó gyárak, ezért kellett nekem leérettségiznem, hogy a vasközpontba menjek, mindegy. Örültem, hogy valahova el tudtam helyezkedni akkor. Az a kollégám azt mondta, ilyet a felesége, hogy gyere bemondónak a rádióba, mert kellemes, szép hangod van, biztos, hogy megfelelnél. Jelentkeztem. Eltelt egy év, elvégeztem közben a belkereskedelmi főiskolát a vasközpont után, üzemélelmezés és vendéglátó szakon, mert azt mondták, hogy arra nagy szükség van. Jó. Jártam konyhákat ellenőrizni, rettenetes volt, tehát most mondd, hát megyek-e kanállal megkóstolgatni az ételt, hogy milyen borzalmas volt. Igen, de a rádió nem jelentkezett. Több mint egy év eltelt. Én nem tudom, hogy hova lett a jelentkezésem. Lényeg az, hogy behívtak. Na hát akkor meghallgattak. 70 embert hallgattak meg, én csak annyit tudok. Akkor a 70-ből maradtunk 7-en, a 7-ből maradtunk 4-en, és végül a 4-ből engem vettek föl. De hát én boldog voltam. Pintér Sándor, az idősebb Pintér Sándor tanított. Tanulni kellett, a bemondói szakmát tanulni kellett. Helyére került a hangom, de akkor sem szólalhattam meg. Nem is tudom, több mint egy hónapig. Mindig ott ültem a Pintér mellett, preparáltunk. Rádióújságot megkaptuk. Rádióújságban nekem kötelező volt aláhúzni azokat a szavakat, amelyeket nem tudtam, hogy kell kiejteni, mert én hiába tanultam latinul, németül, meg olaszul. Hát az nem jelentett semmit. Eltelt több mint egy hónap, amíg megszólalhattam. Szerencsém volt, mert egy csomó új műsor indult,
Én belekerültem ezekbe, és nagyon nagy szerencsém volt, mert ugye 1960-ban indult a kabaré, aztán a 80-as években valamikor a Kinyerma, mindegyiknek a konferálását velem vették fel. Azért ne ugorjunk ekkor át. Van ott egy nagyon fontos időszak, és tudom, hogy mindenki ezt kérdezi tőled számtalan riportban, interjúban, de azért 1956. A rádió életében annyira fontos esemény, hogy lehetetlen, hogy ne beszéljünk róla. Van egy-két legenda, ami a bemondókkal kapcsolatos. Igen. Hogy mi hangzott el a stúdióba, és mi ment ki véletlenül adásba, és ennek milyen következményei lettek. Voltam benne. Éjfélkor, hírek, minden felvételről ment. Ülök a stúdióban, mondom, hogy Kossuth Rádió Budapest, 24 óra. Technikus elindítja az adást. Egyszer csak egy női hang a következőt, az ugye, uaj, milyen álmos vagyok. Jézus Mária, hát hogy megy ez adásba? De a férfi hang is megszólal. Hát igen, azt mondja, de hamar vége lesz, vagy valami. És aztán egy hát elég ismert valakiről beszélgettek. Ami ott elhangzott, én akkor nem tudtam, hogy mi hangzott el, mert én rémületembe fölugrottam, kimentem a folyosóra, és akkor volt egy ilyen kezdő, valami turnusvezető, és mondtam, te le kell állítani az adást. Miért? Mondom, ide figyelj, nem hallgatod, hogy mi megy? Nem állította le. Végigment az egész. Hát elhangzott.